Második helyzet lett Reket Nagy Zoltán. És a 2024-es bajnok Szűcs Milán. Milán, hogy vágtál te neki az OB-nak, hogy nyerni szeretnél, mire számítottál? Én arra számítottam, hogy megnyerjem az egészet. És hogy alakult egyébként az OB idáig a döntőig? Jó, jó volt. Hogy szerinted mivel nyerted meg ezt a döntőt? Szerintem attól, hogy bátrabb voltam. Többször vállaltam beütéseket, és ami mondjuk a meslabdánál is, én csináltam meg a winert lendített röptével, és ilyen. Én úgy gondolom, hogy azért ez egy nagyon mentális mérkőzés volt itt a végén. Tehát te maradtál fejbe frissebb, vagy? Hát, mondjuk úgy. De ti jól ismeritek egymás Zolikával, ilyen. Gondolom. És erre számítottál, hogy ilyen nagy meccsre? Igen. Jó. Petra, hogy értékeled a Milánt? Nagyon jó héten vagyunk túl, nagyon jó mérkőzéseket játszott. Negyeddöntőbe kifejezetten, ott játszotta azt hiszem a legjobb mérkőzését, amit itt a héten láttam tőle. Itt a döntőbe elég izgulósan kezdte, az első szedben nem ő volt a pályán, inkább ő maga árnyékát láttuk. Nem igazán sikerült neki semmi abból, amit megbeszéltünk, a taktikát nem igazán tudta megvalósítani. De aztán utána a második szedben ez az izgulás egy kicsit alább hagyott, és onnantól kezdve egyre inkább elkezdte azt a játékot játszani, ami kellett. És onnantól jött vissza az önbizalma, egyre jobban hitt magában és a győzelemben, és utána a match tiebreakben meg ő volt végül is, aki egy kicsit többet vállalt, és azt gondolom, hogy ez segítette hozzá a győzelemhez.